Sok szeretettel köszöntöm a kedves híveket. A mai vasárnap Jézus arra bátorít minket, keressük előbb Isten országát és annak igazságát, s minden mást megkapunk majd hozzá. Bízzuk rá Istenre mi is magunkat. Engedjük, hogy az ő gondviselése alakítsa életünket. Higgyük, hogy jelen van velünk a szenvedésben és a fájdalomban is, de épp így az öröm órájában se feledkezzünk meg róla. Kérjük Istentől, áldja meg családjainkat, és maradjon velünk mindig. A mai szentmisét a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Az Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre. Megszabadított, mert kedvét leli bennem. A zsoltáros felismeri, hogy az Istennek a szolgálata teljesen átalakítja a körülötte lévő körülményeket. A szabadságnak egy új tapasztalatával lép Isten elé. Hogy mi is így tudjunk odalépni Isten szerető közelségébe, a Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és olasztással. Én igen nagy védkem, életezett a boldogságos, mindenkor szemültelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Dicsőség a magasságban Istennek. Könyörögjünk, Istenünk, irányítsd a világ folyását, akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Gyermekeket most szeretettel hívom a nekik szóló gyermek ige liturgia részre, sekrestjébe, hitoktatóval. Az olvasmányban Isten rólunk soha el nem feledkező szeretetéről hallunk, sosem felejtkezik el rólunk az Isten. A Szent Leckében pedig arra kér bennünket Pál apostol, hogy ne ítélkezzünk időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő mutatja majd meg a szívek igazi szándékait. Legyünk mi is irgalmasak, mint a mi atyánk a mennyekben irgalmas mindenkivel. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így panaszkodott Sion. Elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja egy szeretetét méhe szülöttétől? De még ha ő megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusziakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől csak azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, s feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti. Vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti mindenek előtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a mai evangélium rámutat, hogy többre van szükségünk, mint a kenyérre. Egy római Szent Franciskát ábrázoló kép úgy ábrázolja a szentet, hogy miközben kenyeret nyújt egy éhezőnek, a másik kezében ott van egy könyv, talán a Biblia, vagy egy imakönyv. Miközben kereste, hogy hol tehetne jót így másokkal, közben elsősorban Isten országára függesztette a tekintetét.
Jézus azt mondja, hogy keressétek Isten országát, és annak igazságát. Bárcsak mindannyian tényleg ezt keresnénk. A mai világban elmondhatjuk, hogy igazából mindenki a maga igazságát keresi. És bizonyos értelemben meg is találja. Talán hasonlítunk a kisgyermekekre, akik miközben boldogan mosolyognak, mi látjuk róluk kívülről, hogy azért rendesen összemaszatolták már magukat. És alapos mosakodásra lesz szükség. Isten látja, hogy nekünk is szükségünk van erre a belső megtisztulásra, hogy elszakadjunk a mammontól, amely akkor még egyértelmű volt, hogy mi most talán egy kicsit kevésbé, ez a pénzisten. Hogy ahhoz ragaszkodjunk, hogy minél több legyen, hogy biztonságban érezzük magunkat anyagilag. Mi azt gondoljuk, hogy hát minden rendben van velünk így ezen a téren. Mint hogyha a mi igazságunk már Istené lenne, amit mi gondolunk, biztos azt gondolja Isten is, ez az első gondolatunk. Pedig igazából talán egy kicsit fordítva kéne, hogy ez legyen, hogy az Istennek az igazság, amit ő gondol, annak kellene a mi gondolatunknak, a mi igazságunknak lennie. Ehhez viszont nagyon is szükségünk van Isten kezére az életünkben, hogy kihúzzon minket a világnak a kísértéseiből. És mint egy kisgyermek megfogja a szüleinek a kezét, és ugye lehet, hogy még csak egy-egy ujjukat tudja megfogni, nekünk is így kellene megpróbálni megragadni az Istent, hogy Istenem, segíts ki ebből, mert én csak ezeket a dolgokat látom, amelyek itt vannak körülöttem, de tudom, hogy te teljesen más dimenzióba látnád az életemet. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Salamon királynak az évi jövedelme 666 aranytalentum volt. És tudjuk azt is, hogy ez a szám, ez az ördögnek a száma. Mindent megkapott Salamon, amit csak el lehetett képzelni itt a világon. Pénzt, asszonyokat, amit csak gondolunk. De ez a nem kis összeg talán szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy Salamon szíve is egy kicsit elcsábult azért úgy élete vége felé, hogy asszonyainak a kérésére más isteneknek is áldozzon. Jézus arra kér minket, hogy ne a földi gazdagságra, hanem teljesen Isten országára próbáljuk meg függeszteni a tetünket, valahogy úgy, mint ahogyan a napraforgó is újra és újra a nap felé fordítja a tekintetét. Mint hogyha tudná, hogy neki hova kell fordulnia. Persze nem tudja, de bele van kódolva a génjeibe. És valahogy a teremtés kapcsán Isten belénk is ezt igazából belénk kódolja, hogy Isten felé kellene mindig tekintenünk, és csak azt nézni, hogy ő hol van, és valójában mégis sokkal inkább talán lekonyul a tekintetünk, és a földi dolgokat tekintjük. A napraforgónak a termése, illetőleg az abból sajtolt olaj, talán ma is a tűzhelyben végzi, de ez nem érdekli ezt a virágot. Sárgán virít addig, amíg az ember le nem aratja, és erről az a kis sárga virág jut eszembe, amit nagymamámnak a haldoklása mellett oda helyeztünk a kórházi szobában az ablakba, mert mindig annyira szerette a sárga virágokat. És hogy ez egy világos pillanatában talán előtűnt neki is, hogy jaj, de jó, van valami szép még mindig ebben az életben. A liliomok még Salamon gazdagságát is lekörözik, mondja Jézus. A tisztaság jelképei őt, amelyet minden korban igazából egy nagyon nagy értéknek tekintettek, óvtak, védtek, és minthogyha ma ezt is nem kicsit kezdenénk elfelejteni a világban, hogy óvni kell nem csak a kisgyermekeket, a tinédzsereket is, sőt, még a nagyobb gyermekeket is óvni kell, mert bizony pillanatok alatt elragadja őket a hév, és akkor már nagyon nehéz. Talán nem meglepő az, hogy ebben a mai világban olyan sok támadás éri az egyházat, mert az ártatlanság és a tisztaság védelmében szinte már csak az egyházunk emeli föl a szavát. A virág ugyanakkor az ajándéknak a jelképe is.
Talán sokszor nem jutunk el odáig, hogy mindenkinek virágot vegyünk, akinek valamilyen ünnepe van, én is, minthogyha egy kicsit le lennék maradva olykor, nem tudok minden testvérnek egy szép virágot adni születésnapjára, névnapjára, de legalább a szavainkkal próbáljuk meg kimondani a másiknak, hogy te milyen gyönyörű virág vagy. Mondjuk ki a másiknak, hogy te Isten ajándéka vagy az ő virágos kertjében, és lehet, hogy egy másik kicsit azt mondja, hogy jaj, ne mondj ilyen szépeket, de mégiscsak egy kicsit megajándékoztuk őt. Az emberek sajnos azt tapasztalom, hogy egyre gyakrabban egyedül maradnak az ő nyomorukkal, az ő bánatukkal. Miközben nagyon is felfedezik, hogy valahogy rossz irányba fordítottuk a tekintetünket. Rossz helyre fektettük be az energiánkat, de még nem tudják azt, hogy igazából pont az a probléma, hogy nem Isten országát és annak igazságát keresték, hanem más élvezeteket, más hasznot hajtottak a napnak a 24 órájából 32-ben. És nem vették észre azt, hogy teljesen kiégtek ennek a világnak a szolgálatában. Nekünk ki kell nyújtanunk a kezünket az elesettek felé. Legalább azok felé, akik felismerik azt, hogy hát nem ebbe az irányba kéne menni, akik szeretnék rendezni az életüket. És rá kell mutatni arra, hogy a pénz arra való, hogy az Istennek szolgáljunk vele, hogy neki szerezzünk belőle barátokat, hogy megmutassuk az embereknek, hogy Isten országa már most itt van a földön. Nekünk is ingyenesen kellene nyújtanunk a segítséget másoknak. Semmit sem várva viszonzásul. Adjatok, és majd ti is kaptok, mondja Jézus. Bő, tömött, túlcsorduló mértékkel mérnek az öletekbe. Az, amit mi adni tudunk a szeretetünkkel, az biztos, hogy sokkal több, mint az a pénz, amit kaphatunk a szolgálatainkért. Adjatok, és ti is kaptok, mondja Jézus. Talán egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy elvárjuk, hogy majd az állam megpróbálja az egyházat így támogatni, hogy talán majd az egyház a saját vagyonából így mindent így elrendez. És elfelejtettük azt, hogy igazából ránk van bízva az, hogy mi is lesz itt Isten országából. Hogy a Caritasnak, a szeretetnek a cselekedetei igazából a mi szolidaritásunkon múlnak. És Ferenc pápa azt mondja, hogy nem elég itt egy-két akció terv, hanem nekünk folyamatos szolidaritásra van szükségünk egymással. Meg kell osszuk azt a keveset, amink van. Talán azért nem adunk sokat másoknak vagy Istennek, mert még aggodalmaskodunk, hogy nekünk sincs elég. Mindig fogjuk tudni mondani azt, hogy hát még van, akinek több van nálunk. Még a milliárdos is tudja azt mondani, hogy van, akinek 10, van, akinek meg 100 milliárdja van. Sosem lesz ennek vége. Mikor ismerjük fel, hogy Isten egyedül elég? Mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek. Mondja Jézus, milyen jó lenne, hogyha ezt ismételgetnénk magunkban erre a most elkövetkező nagyböjtre, a lemondások és jó cselekedetek időszakára készülve, atyátok tudja, atyátok tudja, atyátok tudja. Ha ez visszhangozna a szívünkben, kicsiny hitűeknek mond minket Jézus, mert nem merjük magunkat igazán rábízni a Teremtő Istenre, arra, aki alkotott minket, aki létrehívott, alkotott és fenntart. Bízzuk rá magunkat. A Teremtő Isten megáld minket. Áldásra emeli a kezét, nem büntetésre. Felejtsük el azt, hogy Isten büntet. Isten nem büntet senkit. Azért van a bűn és a büntetés a világban, mert mi elfordultunk az Istentől, és ez önmagában hordozza ezt a büntetést, de Isten csak megáld bennünket, és ott van velünk, az Atya együtt szenved az ő fiával, és velünk is együtt szenved minden körülmények között. Arra hívom most itt a testvéreket, hogy fogadjuk be egy rövid csendben Istennek az áldását, a Szent Lelket, aki segít nekünk, hogy csak Isten országát és annak igazságát keressük mostantól életünkben.
Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, áldás lelke! Mutasd meg nekünk, hogy tudjuk elfordítani tekintetünket a földi dolgokról, és egyedül Isten országát és annak igazságát keresni életünkben. Amen. Isten. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy minden bizalmatlanság és aggodalmaskodás nélkül merjünk Isten gondviselésére hagyatkozni. Hogy Szentatyánk Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink Isten gondviselő jóságának hűséges tanúi legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a világ vezetői az isteni gondviselés szolgálatában dolgozzanak a népek haladásáért. Kérünk téged, hogy híveid a te országodat és igazságodat keresve a többi szükségeset is megkapják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy amint az anya nem feledkezik meg gyermekéről, úgy te se feledkezzél meg rólunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy nagy beteg és haldokló embertársaink is érezzék gondviselő jóságodat. Kérünk téged, hallgass. Mennyei Atyánk, távolítsd el lelkünkből az aggodalmaskodást, hogy bizalommal és hűségesen szolgálhassunk neked, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten színe előtt. Fogadja el az kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a Szentegyház javára. Istenünk,
Tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk. Te mégis, ami odaadó buzgóságunk hódolataként, fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül. Az idők járásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk teát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt,
fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgáldat Ferenc pápánkat és Béla püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre, gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássuk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Így szól az Úr, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Istenünk, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, hanem rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, segíts, hogy valóban Isten országát és annak igazságát keressük életünkben. Erősíts meg bennünket szent lelkeddel, hogy nagy lelkűségünkben rád hagyatkozzunk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Könyörögjünk. Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, szeretnék röviden megemlékezni a hétnek az egyik szentjéről, akit talán kevéssé ismerünk. Március 4-én jövő szombaton boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanú az, akire emlékezni fog egyházunk, aki Mindszenty József hercegprímás akadályoztatása miatt lett megválasztva az esztergomi egyházmegye kormányzására. Noha az éppen kiépülő kommunista diktatúra mást szeretett volna a helyére tenni, ő nem ijedt meg a fenyegetésektől, és legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy folytatni kell a bíboros küldetését. Éppen ezért nem sokkal később az állambiztonsági szervek elhurcolták. Sorozatos kínzások és a kegyetlen bánásmód következtében 1951. március 4-én hunyt el a kistarcsai internálótáborban. Nem rendezhettek neki különleges temetést, sőt, igazából még amikor eltemethették, akkor is csak minden külsőséget mellőzve tehették ezt meg. Mégis ő lett a kommunista diktatúra magyarországi vértani közül az első, akit egyházunk a boldogok sorába emelt. Kérjük az ő közbenjárását nemzetünkért, hazánkért. A héten hamvazó szerda lesz, ezzel kezdődik a nagy böjt. Hamvazó szerda úgy mondjuk, hogy szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ha csak háromszor eszünk és csupán egyszer lakunk jól, legyünk őszinték, hogy azért ez még nem egy nagyon nagy szigorúság. Ezen a napon és a rákövetkező vasárnapon a híveknek a homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barkának a hamujával hintik meg, vagy jelölik meg a fiatalokét épp úgy, mint a felnőttekét. Kérjük azt, hogy mi is tudjunk részesülni ebben, akár hamvazó szerdán az esti szentmisében, akár jövő vasárnap bármelyik szentmisében, vagy ige liturgián, ahol részt veszünk. Mi is kérjük, hogy a homlokunkat hintsék meg, jelöljék meg a bűnbánatnak ezzel a jelével. Eközben a pap figyelmeztet bennünket, emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel, vagy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Véssük mélyen a szívünkbe majd ezeket a szavakat. Hirdettem a kedves testvéreknek, hogy a mai vasárnap az esti szentmise, gitáros szentmise lesz a hónap utolsó szentmiséjeként itt templomunkban. Ugyancsak a mai vasárnap a persejgyűjtés a katolikus iskoláknak a javára van templomainkban. Nagyon köszönjük a nagylelkű adományokat. Ehhez kapcsolnám a köszönet nyilvánításomat is, ugyanis az elmúlt héten, hetekben több meglepő, nagyobb összegű adománnyal ajándékozták meg templomunkat, az orgonának,
több százezer forintot ajánlott föl egyik kedves testvérünk, egy másik ezt a most is az oltáron lévő terítőt és miseruhát ajánlott föl szintén, ilyen több százezres értékben. Egy harmadik testvérünk pedig egy gyönyörű Madonna reliefet ajándékozott saját díjnyertes alkotását templomunknak, melyet ide a keresztút első állomása elé helyeztünk el, hiszen Szűz Máriával kezdődik igazából Jézus Krisztusnak az élete, és talán a mi keresztutunk is könnyebb lesz, hogyha vele együtt hordozzuk azt. Köszönjük nagyon mindezeket az adományokat és hozzájárulásokat. Meg szeretnék emlékezni még egy különleges születésnapról, kedves testvérünk, Berzi Ferencné, Erzsébet, Erzsi néni, éppen tegnap ünnepelte 100. születése napját. Nincs most itt közöttünk, mert ezt nem tudja minden vasárnap megtenni, hogy eljöjjünk, de azért szentmisével, nem a kamerák előtt, de szentmisével is megünnepeltük az ő születése napját. Isten éltesse őt, és kérjük azt, hogy valóban az ő egész családja nagyon sokat tett itt a templomunkért, jutalmazza meg őt a jó Isten azért a kedvességért, amit még most is hordozhat így 100 évesen közöttünk. A héten a Nagybőjtben péntekenként keresztutat végzünk 4:30-kor itt a templomunkban. Erre a szép imádságra is szeretettel buzdítom a testvéreket, aki csak otthon tud imádkozni betegsége kapcsán, őket is hívom erre, hogy imakönyveikben végezzék el a keresztutat péntekenként. Első csütörtök is lesz, akkor a hivatásokért imádkozunk, egy rövid szentségimádást is tartva a szentmise után. Első pénteken pedig 4:30-tól gyónási lehetőség lesz most itt a templomunkban. Szeretettel hívom a minisztránsokat is, illetőleg azokat a szülőket kérem, akiknek ilyen korú gyermekeik vannak, hogy bátorítsuk a gyermekeket a minisztrálásra. És jöjjünk el pénteken a plébániára 5:45-ra, ahol minisztráns foglalkozás lesz. Az ifjúsági csoportban szombaton este 6:00-ra hívom a 14 év felettieket, hívjuk őket mi is. Jövő vasárnap az esti szentmise előtt lesz a Rózsafűzér Társulat titokcseréje 4:30-tól itt a templomban. Ehhez is lehet csatlakozni. Mai szentmisét vasárnap 5:00-kor, illetőleg hétfőn este 5:00-kor a Somogy TV-n láthatjuk, vasárnap pedig a Kapos Televízióban is szintén 5:00-kor. Köszönöm a testvéreknek azt is, hogy olyan nagy lelkűen támogatnak minket, és szeretném megköszönni még azt is, hogy többekkel sikerült elindítanunk a templomunk bővítésének a lehetőségét, és azt remélem, hogy ehhez is majd fogunk tudni elég anyagiakkal bírni, ez egy sok millió forintos beruházásunk lenne. Kérjük jó Istent, hogy segítsen minket ebben a tervünkben. És végül, de nem utolsó sorban itt szeretnék köszönetet mondani Pap Szabolcs atyának is, aki most 3 hónapig kisegített minket. Most püspök atya kérésére részben a Jézus Szíve templomban itt Kaposváron, a Hősök templomában, részben Lábodon, Görgetegen és Csokonya Visontán segíti ki az egyházmegyénket. Jó Isten segítse őt most ebben a küldetésében. Álljunk föl és fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével, Istennek legyen hála.
az Atya áldását kértük, és megáldott bennünket, hogy új lendülettel tudjuk elkezdeni a most kezdődő nagybőti időszakot, amikor pénteken megtartóztatjuk magunkat a húsevéstől, amikor odafigyelünk a böjtünkre hamvazó szerdán, és csak háromszor eszünk és egyszer lakunk jól, Isten ránk fog mosolyogni, velünk van ugyanis szenvedéseinkben is, és az öröm óráiban is fontos, hogy ne feledkezzünk el róla. Köszönjük meg most neki, hogy egy új lendületet szeretne vinni az életünkbe, hogy ő átalakít minket és megtisztít, hasonlóvá tesz saját magához. Így tudunk növekedni mindig együtt a szeretetben. A mai szentmisét a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.